Tavaly szeptember 1-én beindult a projektoktatás az általános iskolák 1. és 5. osztályában. Tehát szükségszerű volt új tankönyveket készíteni. Hogyan állunk ezzel a dologgal? Sikerült-e a szerb nyelvű tankönyveket elkészíteni? Mit igen, mit nem? És hogyan állunk a magyar tankönyvekkel? Az idei tanévet az elsősök és az ötödikesek a régi tankönyvekkel kezdték. Sajnos a Magyar Nemzeti Tanács a legnagyobb erőfeszítése mellett sem tudta biztosítani azt, hogy olyan rövid idő alatt, mint ami a rendelkezésünkre állott, lefordítassa, illetve megírassa az új tanterv szerint a tankönyveket. Ennek egyszerű magyarázata van, maguk a tantervek is a nyár folyamán lettek elfogadva. Ebből kifolyólag tudjuk, hogy egy jó tankönyvnek az írására nagyon sok idő kell, de egy fordítás, egy igényes fordítással, lektorálása is bizony 3-4 hónap kell egy-egy tankönyv esetében. És az, hogy valaki fordít egy tankönyvet, és lektorálja valaki, akiket a Magyar Nemzeti Tanács ajánlott a kiadóknak, az az idő, amit megígérnek a kiadónak, azt mindig be is tartják. Azonban nem itt megy el az idő. Az elkészült tankönyveket, vagy a fordítást és lektorálást véleményeznie is kell valamilyen szervnek. Kinek a feladata ez? És mennyi ideig tart? Mert valószínűleg ez is egy hosszú folyamat. Ez elég hosszú periódus, amikor a tankönyv megérkezik betördelve, elkészítve, legelőször a Magyar Nemzeti Tanácshoz véleményezésre. A törvény szerint a Nemzeti Tanácsnak 30 nap áll a rendelkezésére, hogy véleményezze a tankönyvet. Mi ugyan mindig igyekszünk ezt a minimális időre lecsökkenteni, de akkor is elmegy legalább 2 hét, mert találunk hibát, és ezt a hibát javítatjuk. És addig nem adunk pozitív véleményt, amíg nem hiba nélküli a tankönyv. Tehát ez azt jelenti, hogy a Nemzeti Tanács szakemberekkel átnézeti a tankönyveket, hogy megfelelőek-e. A Magyar Nemzeti Tanács megbíz szakembereket, lektorokat, mindig 2 szakember fésüli át a tankönyvet. Ha hibát talál, akkor mi azt küldjük vissza a kiadóhoz. Akkor a kiadó ugye javítja. Na most azért tudni kell, hogy Belgrádban és Újvidéken, ezekben a magánkiadókban és az állami kiadóban sincs magyar nyelvű tördelő, grafikai szerkesztő. Tehát ez külön probléma. Kijavítja az egyik hibát, becsúszik még 2. És akkor ez egy ilyen végeláthatatlan történet, még nem egyszer valóban azt mondjuk, hogy na most akkor ez már olyan állapotban van, hogy ez mehet. Akkor a kiadó a mi véleményezésünk alapján küldi a tartományi oktatási titkárságra, a titkárság a pedagógiai intézetbe, ott is átnézik. Egyrészt nagyon jó ez, hogy ez több szűrős, mert azt azért tapasztalatból tudjuk, hogy a tankönyveink, ha egyszer megjelennek, akkor legalább 10 évig forgalomban vannak, és a gyerekek ebből tanulnak. Na most azért igyekszünk a lehetőségeinkhez mérten jó tankönyveket készíteni, illetve jóvá hagyni. Ami nagyon fontos, hogy ebben a tanévben megbeszéléseket folytattunk 5 tankönyvkiadóval, akik végül is felvállalták a magyar nyelvre való fordítást. Így most azt mondhatom, hogy az 1. osztályra és az 5. osztályra elkészültek a tankönyvek. Eddig 11 tankönyvet hagyott jóvá a tartományi oktatási titkárság, illetve folyamatban vannak az anyanyelvi tankönyvek, tehát magyar nyelv és irodalom tantárgyból, amelyek most érkeztek be a Magyar Nemzeti Tanácshoz, és majd érkeznek később ugye a titkárságra. Milyenek lesznek az új tankönyvek magyar nyelvből? Fontos, nagyon fontos kiemelnem azt, hogy magyar nyelvből úgy gondolom, hogy most egy nagyon-nagyon jó tankönyv készült, ilyen legújabb elvárásoknak megfelelő, 2 jó szakember készítette. Viszont biztosak vagyunk benne, hogy késni fog. Másodikos nyelvtankönyv nem a réginek az átdolgozása lesz, hanem 2 új szerző írja, és biztosan csúszik egy kicsit. Tehát ebbe biztosak vagyunk, de én azt hiszem, hogy ezt a 2 hónapot, ha éppen ennyi lesz, ezt megéri megvárni, mert ez hosszú távú befektetés lesz. Tehát ez azt jelenti, hogy csak magyar nyelvből készítik a tankönyveket magyar szerzők,
A többi tantárgyból pedig a szerb tankönyveket fogják lefordítatni? Mivel mi a Kodály módszer szerint tanítjuk a zenét, ezért a zenekönyvek is szerzői tankönyvek. Most van véleményezés alatt az első osztályra a zenekönyv. Készül a második osztályra is majd, és az ötödikre éppen ma adták át a kéziratot Újvidéken a szerzők, és holnaptól kezdve kezdik írni a hatodikos tankönyvet zenéből. Az összes többi tantárgyból pedig fordításokról beszélünk. Szeretném kihangsúlyozni, hogy a legjobb fordítókat, szaktanárokat próbáltuk megszólítani, és a legjobb lektorokat, hát itt azt hiszem, hogy óriási munkát végeznek a kollégák, nagyon rövid határidő van. Talán a legkevesebb határidő a fordításra van, és azért, aki fordított már, az tudja, hogy ez bizony nagyon-nagyon precíz, alapos fordítást igényel, nagy szaktudást, állandóan utána kell nézni a szakkifejezéseknek, sőt, hát ugye azzal is tisztában kell lenni, hogy kinek fordítjuk ezt a tankönyvet, tehát a nyelvezete megfelelő legyen. Reményeim szerint szeptemberre a legtöbb tankönyv ott lesz a diákok asztalán. Abban is biztos vagyok, hogy késések is lesznek. Én azt hiszem, hogy türelmét kell, hogy kérjem a vajdasági másodikosoknak, a hatodikosoknak, akik majd őszre kerülnek ebbe az osztályba. Legyenek türelemmel, igyekszünk, a legjobb tudásunk szerint próbáljuk megoldani a problémát. És a szülőkhöz ugyanezt tudom intézni, kiküldtük az iskolákba egy levél formájában az értesítést arról, hogy melyik tankönyvekről van tudomásunk, hogy fordítás alatt van, illetve hogy már elfogadták és kiadásra javasolják. Ezek szerint az elsős és az ötödikes tankönyvek biztosan meg lesznek. Így van. Az elsős és az ötödikes biztosan. A másodikos és a hatodikos nagyon sok megvan. Hát csak példaképpen el tudom mondani, hogy második osztályra, ami biztosan készül, az a környezetünk méghozzá két kiadótól, a matematika két kiadótól, a képzőművészet, és hát az olvasókönyv és az olvasási munkafüzet, amit az előbb is felhívtam a figyelmet, ugye ez a nyelvtankönyv második osztályra, ami biztosan egy picit késik, de előbb-utóbb megérkezik.